Már egy ideje be van az egykori korona étterem épülete a Huberház. A szakemberek évek óta munkálkodnak azon, hogy a létesítmény visszanyerje a korabeli kinézetét, és újból étteremként funkcionáljon. Étterem számára újul meg ez az épület, amit most lehet látni, rövidesen épül a tető végre. Most már belül a falakkal, koszorúval elkészültünk arra a szintre, amely egy korábbi 1730-as évek, illetve 1812-be visz minket vissza. Egyfajta időutazást tudtunk járni a falak rekonstrukciójával, tehát minden nyilázzáról, minden fal, minden belső tér visszaáll az 1812-es állapotokba. Így ez a látvány lesz az a plusz, amit az érsekség tulajdonában lévő épület és az általa működtetett étterem fog majd nyújtani az oda betérők számára. Terét sokkal teljesebben lehet majd látni, hiszen kibontottuk azokat az elfalazásokat, amik félszinten itt ott egy kis vizes blokk, egy kis öltöző számára utólagosan befalaztak. Ezek és egységessé sokkal nagyobb vendégteret biztosít. A földszinten szintén ugyan visszafalazottak hogy a korabeli falak 1730-as datálású bélyeges téglával is tudtam igazolni, hogy a fal nem ott áll, egy közbenső szerkezeti falat is odéptettünk majdnem egy méterrel az eredeti helyére. Az eredeti helyiségek az egyikből haladnak a másikba, és nagy nyilásokkal lesznek összekötve. És ez a tornác, amit most látunk, ez sem 1730-ban épült, hanem 1812-ben akkor egy bővítésen esett át az épület, egyszerűen megnyújtották. Mi most még további bővítést fogunk készíteni egy konyhaüzem számára, és így válik egy teljessé ez a régi épülettest vendégtérré, és a bővítmény egy üzemi térré. A leendő káptalan éttermet majd 120 főbe fog tervezték, és várhatóan tavasszal ki is fog nyitni.